Bizonytalanság övezi a TV előfizetés sorsát. Az államkasszában nincs elegendő pénz a közszolgálati televízió és rádió finanszírozására, mondta Mladen Dinkić pénzügyminiszter. A szerbiai RTV működtetésére évente 60 millió euróra lenne szükség, a vajdasági RTV esetében pedig 20 millió euróban határozták meg ezt az összeget. Ennek ellenére Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök helyettes kitart elhatározása mellett, miszerint mindenképpen megszüntetik a díjat. Közben pedig az Európai Unió is beleszól az ügy alakulásába. A közösség számára nem egyértelmű, hogy az állam miért mond le önkéntesen arról a jelentős összegről, amit az ország polgárainak a 30%-a havonta befizet. Ahelyett, hogy figyelemfelkeltő kampánnyal növelnék a díjbefizetési arányt, a politikusok mintha szándékosan csökkentenék a közmédia bevételét. Felmerül a gyanú, hogy az intézkedésnek a végső célja nem a polgárok tehermentesítése, hiszen a költségvetésen keresztül továbbra is ők finanszírozzák majd a közmédiát, hanem a szerkesztéspolitika feletti befolyás megszerzése, vélik uniós körök. Az előfizetés megszüntetésének hírére fokozatosan esik a közszolgáltató bevétele. Eddig a pénzügyminisztérium közel 4,5 millió eurót fizetett be a közmédia számlájára, aminélkül nem is működhettek volna tovább. Több lehetőség is mutatkozik a megoldásra. Egyesek szerint továbbra is az áramszámlához csatolnák a díjat, azonban olyan formában, hogy azt nem tudnák befizetni az előfizetés nélkül. A térítés nem vonatkozna a szociális kártyákkal rendelkezők számára. Szerbiában a TV előfizetés 500 dinárba kerül havonta. Ez az összeg Horvátországban 1000 dinár körüli. Magyarországon viszont 7 televízió csatorna, valamint 3 közszolgálati rádiócsatorna programja fogható ingyenesen. Németországban a háztartások 18 eurót fizetnek a közmédia szolgáltatásaiért. Szerbiában 80 millió euróra lenne szükség a közmédia működtetésére. A közszolgáltatónak Horvátországban 240, Magyarországon pedig 270 millió euró jut az állami költségvetésből. Németországban azonban nagyságrendekkel nagyobb összeget különítenek el erre a célra, mintegy 7,5 milliárd eurót.